Az új atomerőmű építése fellendíti a térség fejlődését. Biztos munka emberek ezreinek, lehetőség a hazai cégeknek. A tiszta és olcsó villamos energia garanciája. Paks 2. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Közéleti Magazin műsorunkat látják. 2022. január 13-án 1000 négyzetméteres csarnokot adott át, és egy 2,2 milliárdos fejlesztés alapkövét tette le az Anda Present Group cégcsoport Kalocsán. A beruházás során egy 5300 négyzetméteres csarnok létesül, melyben egy 1600 négyzetméteres üzem és gyártórész, egy 3700 négyzetméteres logisztikai raktár, valamint egy 500 négyzetméteres irodarész kerül kialakításra. A kivitelezési munkálatok heteken belül indulnak, és tervek szerint 2023. júniusában be is fejeződnek. Az esemény fedett terű részének a helyszínt az újonnan épült 1000 négyzetméteres könnyű szerkezetes logisztikai célokat szolgáló modern csarnok biztosította. András Attila a vendégek köszöntése után felidézte Újtelekről induló céltudatos életútját. Kiemelte felesége nélkülözhetetlen támogatását az összetartó, egymást segítő családtagok, köztük a kalocsai telephelyet vezető András Csaba érdemeit, és a mai napig Újteleken élő édesanyjáról is szeretettel és elismerően beszélt. Újteleken és Szakmáron jártam általános iskolába, és az egyik lényeges útelágazás annak idején az volt, amikor a tanáraim ajánlása ellenére én úgy döntöttem, hogy el akarok menni a kis faluból Pécsre a Cipernovszki középiskolába, és ez egy olyan döntés és lépés volt, amely alapvetően meghatározta a saját jövőmet és az, hogy most itt állunk. Tudtam, hogy nehéz lesz, de jó irányba fog terelni, hiszen innen az egyetemi évek alatt tovább tudtam lépni Budapestre, és ugye ott indult el az a történet. A kereskedelemben szerzett kezdeti tapasztalatok birtokában a testvéremmel és a feleségemmel 25 évvel ezelőtt alapítottuk meg a saját cégünket, az Anda Presentet. Reklámajándék tárgyak forgalmazásával és emblémázásával foglalkozunk, sokat dolgoztunk, tanultunk, alakítottuk az irodát, raktárat, üzemet. Egyre többen csatlakoztak hozzánk, egyre nagyobbra nőttünk Magyarországon, majd 2007 után a nemzetközi piacra is léptünk. Mára több mint 400 kollégánk van, 10 nemzetiség dolgozik a cégünknél, országhatáron belül és külföldön is. 20 országra van éves üzleti tervünk, Európában és kb. 50 országban értékesítettünk tavaly, körülbelül 5500 aktív ügyfelünk van. Néhány jellemző számunk a 21-es évből, 14,3 milliárdos árbevételünk volt, ennek 85%-a exportra ment, 74,6 millió darab terméket adtunk el, amiből 47 millió darab emblémázással legyártott volt, ennek a 70-80%-a itt Kalocsán készül, és 127 ezer számlát állítottunk ki a tavalyi évben, ami jól mutatják azt, hogy egyrészt nagyon sok apró dolgot kell eladnunk és elkészítenünk, hogy ugye összeálljonak a számaink, illetve az is, hogy nagyon sok munka van benne. Fontos kiemelni, hogy a családi vállalkozás struktúráját követve, de azon túlnőve az Anda Present mára egy európai színvonalú nagyvállalattá vált, a nemzetközi ügyfelek és a versenytársak között is elismerést értünk el. A jövő tervezését és a fontos döntéseket a cég vezetése demokratikusan hozza. Néhány éve a méret és a felelősségelosztás miatt létrehoztunk egy Multisan Bornak nevezett felsővezetői csapatot, amiben magas színvonalú kollégáink dolgoznak, akik 10-15 éve a cégnél vannak, és ez a vezetői tím hozza minden olyan döntésünket, ami a jövőnket meghatározza.
Egy ilyen vállalatnak mindig a jövőbe kell tekintenie és előre haladni innovációban, technológiákban, hogy a maga és munkatársai számára is stabil működést tudjon biztosítani. Jók vagyunk abban, hogy válsághelyzetben nem megtorpanjunk, hanem előre tekintsünk, úgy használjuk a lehetőséget, hogy stabil és hosszú távú működésünk legyen a szemünk előtt. A 2008-as és a elmúlt időszakban is, a 2008-ban érte el a cég a addigi időszaknak a legnagyobb növekedését, a 2008 után következő években, és most az elmúlt két évben pedig abszolút a legnagyobb ugrást csináltuk. 2020-ban a pandémia idején 45%-kal nőtt az árbevételünk, ugyan a tavalyi évben minimális visszaesés volt, de inkább csak statisztikai. A 2014-ben a kezdődő fővárosi munkaerőpiaci változások és nehézségek idején el kellett gondolkozzunk, hogy hol fejlődjünk tovább. Először egyre gondoltunk az olcsó munkaerő miatt, de végül egy belső ötlet meggyőzött róla, hogy nehéz lenne kontrollálni a távolságot, az embereket, a folyamatokat. Így végül a regionális jellegű támogatási lehetőségek, és elsősorban a szívem is azt diktálta, hogy Kalocsa felé kell fordulnunk. Minden további bővülésünket ebbe a térségbe kell helyezzük. Nem felejtettem el, honnan indultam, és egész pályám alatt szerettem a vidéki emberekkel, kollégákkal, partnerekkel dolgozni, mert tudtam, hogy hozzán hasonlóan ők is nehézségekkel küzdenek meg a nagyváros érvényesülésben. 2014-ben 14 fővel kezdtük meg itt a működésünket a jelenlegi telephelyen. Itt külön szeretnék köszönetet mondani két embernek, akik sokat tett azért, hogy mi ide jöjjünk a városban, az akkori polgármester Török Ferenc, itt van közöttünk, és Sziráki Szilárd, aki abban segített, hogy meg tudjuk vásárolni ezt a telephelyet. Akkor ők maximálisan támogattak bennünket, bár a városban rossz szájak úgy gondolták, hogy ez egy fantomcég terepül ide, és nincs mögötte semmilyen tartalom, azt gondolom, hogy azóta ennek az ellenkezőjét bebizonyítottuk. Az üzemnek a testvérem András Csaba lett a vezetője, és végtelenül hálás vagyok neki azért, hogy néhány év alatt a kezdeti 14 főről 160 főre emelkedett a csapat létszáma, egy nagyon szervezett és hatékony munkatervezése. Remélhetőleg még az idén elérjük a 200 fős foglalkoztatást Kalocsán. A várossal egyébként azóta is jó együttműködésben állunk, Filvi Géza polgármester úr is sokat tett a cégünk infrastruktúrális kialakításában, közvilágítás kiépítésében és az új beruházás kapcsán ugye az utca meghosszabbítására is ígéretet kaptunk, reméljük, hogy a átadásra készen lesz az út. Meglehetősen méretes logisztikai és gyártási kapacitásunk volt Budapesten, de kinőttük az elmúlt időszakban ezt, és kinőttük a budapesti raktárunkat, nem tudunk a fővárosban munkaerőt mozgósítani, előbe szeretnénk menni a távol-keleti kiszámíthatatlan folyamatoknak, ezért évek óta saját tervezésű és gyártású termékekkel bővítjük a kollekciónkat, ennek nagy része Kalocsán történik, és a vevőink magas színvonalú és gyors kiszolgálása az egyik legfőbb célunk. És a cég dinamikus fejlődése miatt első lépésként vált szükségessé először ennek az 1000 négyzetméteres csarnoknak a megépítése, hogy a budapesti raktár és a kalocsai gyártás szükséges erőforrásai közelebb kerüljenek egymáshoz. Meglehetősen problémás volt naponta az árut Pest és Kalocsa között délelőtt délutáni fuvarokkal szállítani. És 2020-ban a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség pályázatot írt ki a koronavírus járvány következtében szükségessé vált versenyképesség növelő támogatás keretében, amelyre 266 millió forintos beruházáshoz 133 millió támogatást nyert el a cég. A sors fintora, hogy a folytatódó járvány miatt, a gyártó és beszállítási nehézségek miatt az építkezés és egy teherautó beszerzésünk nem valósult volna meg a szigorú határidőre. A támogatást szerencsére rugalmasan átalakítottuk kizárólag gépvásárlásra és új technológiák beszerzésére, és így 55 darab gépet vásároltunk, 25 darabot Kalocsára, 30-at pedig Budapestre került. És a folyamataink fejlődése érdekében így a csarnok végül saját erőből valósult meg 170 millió forintos beruházással, és ugye
jelenlegi már közel végleges állapotában. Itt 1000 raklap tárolására lesz lehetőség, csak összehasonlításképpen a budapesti raktárunk jelenleg 12 000 raklapot tud tárolni, és az új logisztikai részünk pedig körülbelül 10 000 raklapnyi, ennek a tízszerese lesz körülbelül kapacitásban, plusz a gyártó részek is. Azzal a szemléletmóddal, hogy hiszünk magunkban és a céljainkban, eddig minden úgynevezett válságban lehetőséget próbáltunk keresni, és növekedést tudtunk elérni. A járvány kezdete óta őszintén kommunikáltunk az ügyfeleinkkel, és igyekeztünk maximális szolgáltatást nyújtani, így sikerült tartalékot képezzünk, és ismét tervezhettünk a következő éveket. A további fejlesztés kapcsán, ami a második programunk lesz, itt egy eredetileg 5000 négyzetméteres csarnokban gondolkodtunk, de a tervezési folyamat során kiderült, hogy ennek a duplájára lesz szükség, és most közel végleges formában egy 11 000 négyzetméteres gyártócsarnok, aminek a képét látják is itt. Ugye ez a teljes épület, ennek az első ütemenek az alapkövével fogunk ma indítani, és ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a kalocsai telephely összetett logisztikai funkciók ellátására is alkalmas legyen. A beruházás megvalósulásával a cég újabb gyártóegységgel és egy 8700 négyzetméternyi logisztikai raktárral és a hozzá kapcsolódó üzemrészekkel és irodákkal. A két ütemben megvalósuló összesen körülbelül 4 milliárd forintos beruházás várhatóan 50 új munkahelyet teremt, és az első ütem az a mai alapkőletétellel veszi kezdetét. Az első ütemben ugye 5300 négyzetmétert építünk föl, amiből 1600 négyzetméter gyártórész lesz, és 3700 négyzetméter logisztikai raktár, valamint egy 5500 négyzetméteres iroda résznek a szerkezeti kialakítása is elkezdődik. A kivitelezési munkák heteken belül indulnak, és az építkezés a terveink szerint ebben az évben befejeződik. A második ütemben már tisztán logisztikai részt fogunk építeni, körülbelül 5000 négyzetméteren, és modern logisztikai berendezések kerülnek ide, és ekkora tervezzük az első ütemben szerkezetkészen átadott irodarész végleges befejezését is. A hosszú távú terveink is nagyon ambiciózusak, mivel megvásároltunk a telephelyünk mellett több mint 10 hektár ipari telket, ahol további beruházással a saját raktárainkon túl bérbeadandó ipari ingatlanokat és raktárakat tervezünk építeni a következő években. Mindig is a csapatmunkában hittem, és bár a végső döntést a mai napig nekem kell meghozni, de egy hatékony és kreatív csapat együttgondolása vezetett idáig. Éppen emiatt hívtuk meg a térség polgármestereit is, mert a fejlesztés térségi szinten is hatással lesz a munkavállalási lehetőségekre. Fontos kiemelnem, hogy jelenleg a 160 aktív munkavállalóinknak alig több, mint a fele kalocsai, a másik fele minden nap az agglomerációból érkezik hozzánk dolgozni, így teljesen aktuális, hogy közösen gondolkozzunk az ő sorsukról, lehetőségeikről. Meggyőződésem, hogy egy közös gondolkodással mindenki számára előnyös működést tudunk kialakítani. A térségi polgármestereknek célja, hogy jó legyen itt élni, én pedig ennek egyik szegmensében tudok újabb lehetőséget nyújtani a megélhetés tekintetében. A cég stabil, kiszámítható jövőt kínál minden munkavállalónak, betanított, szakmunkás, irodai és vezető munkakörökben egyaránt. Egy ekkora beruházás nyilván pénzbe kerül, nagyon sok pénzbe, amit elő kellett teremtenünk. Szerencsére a pandémia első évében rátaláltunk egy olyan piaci részre, vagy lehetőségre, amivel a jelentős pénztartalékot tudtunk képezni, de tisztán látszott, hogy szükség lesz további segítségre is, amivel Ford Sándor képviselő úrhoz fordultam. Sándorral több mint 4 éve ismerkedtünk meg, amikor az itteni fölújított üzemrészünknek az átadója volt, és már a kezdetektől megtaláltuk a közös hangot. Nagyon tetszett, hogy két lábbal a földön járó képviselő, és hogy ugyanolyan természetességgel ül a traktoron, és műveli a szőlőjét, mint ahogy természetes az én számomra is, hogy amikor arra szükség van, beállok a karácsonyi hajtáskor a raktárba, délutánonként vagy esténként csomagolni a futószalag mellé.
Amikor Sándorral ismertettem a konkrét terveket, heteken belül segítséget kaptam, így jött a képbe a pénzügyminisztérium nagyvállalati beruházási támogatás programja, ami végül összesen közel 940 millió forintos támogatással támogatta az első ütem beruházásának a megvalósulását. Ez az alapkő valójában a következő nagy mérföldkő a cég életében, hiszen a 25 éves jubileumához érkeztünk, és egy új jövő felé nézünk. Azt gondolom, hogy ma itt, amikor elhelyezzük ezt a követ, akkor egy olyan jövőt indítunk el, ami részben már a gyerekeinknek, vagy testvéremnek, vagy testvérem gyerekének, ugye arról nem beszéltem, hogy mi egy abszolút családi vállalkozás vagyunk, ugye a fiam, aki hosszú évek óta bent dolgozik a cégben, sajnos nem tud itt lenni, mert a Omikron leterítette a lábáról. A testvéremnek a fia is bent dolgozik, én mindig azt mondom nekik, hogy ezt már nekik építjük, de természetesen nem azt jelenti, hogy nyugdíjba akarnánk a testvéremmel együtt vonulni, csak kicsit távolabbra tekintünk. Végezetül szeretném azt a terméket bemutatni önöknek, aminek segítségével a beruházás önrészének nagy részét megteremtettük. A 2020 évben az első sukk után elkezdtünk egyedi tervezésű textilmaszkokat gyártani, aminek hatalmas sikere lett itthon és külföldön is. 2020-ban 5 millió darab körül adtunk el belőle az első évben, és volt időszak, amikor 30 varoda varta nekünk a maszkokat bérmunkában. A mai esemény mottójából erre most rákerült a beruházás látványterve, és a politikától függetlenül Sándor emberi és szakmai áldozatos munkájának is szeretnék ezzel köszönetet mondani. Majd lesz ott kitéve belőle a bejárat mellett, úgyhogy ha gondolják, akkor vegyenek belőle bátran, és hozzám hasonlónak, aki a munka és az előrehaladás irányát követi, az talán kifejezheti ezzel a véleményét. Egy kínai bölcs régen azt mondta, hogy az élet körforgás, és idővel visszatérünk a kezdetekhez. Én Újtelekről indultam, és mára visszatértem a szülőföldemre, hogy a tapasztalatomat itt kamatoztassam és hozzájárulhassak a térség fejlődéséhez. Nem mellékesen újra újteleki lakos vagyok, elsősorban azért, hogy áprilisban olyan emberre adhassam a szavazatomat, aki számomra példaértékűen képviseli térségünket a nagypolitikában. Köszönöm Sándor segítségét és a kormányzat bizalmát, és a magam részéről ígérhetem, hogy a vállalatokon felül hozzá fogunk járulni a magyar gazdaság teljesítményéhez a jövőben is. Font Sándor országgyűlési képviselő beszédében rámutatott, a kormány által létrehozott gazdasági újraindítási alap elsősorban az olyan kezdeményező, felkészült és bátor vállalkozóknak tudott segítőkezet nyújtani, akiknek biztos jövőképe, önbizalma, rátermettsége volt és van. Nyugodtan mondhatom, hogy Kalocsa is előre megy, nem hátra, és azok, akik csak reklámspotokban vagy óriás plakáton látják ezt a kormányzati üzenetet, azok most ezzel szembesülhetnek, hogy itt tényleg előre haladunk. Amikor 2019-ben Filvig Géza polgármester jelöltségén gondolkodtunk azon, hogy vajon melyek azok a fő stratégiai pontok, ami egy polgármesternek a célja lehet, hogy 5 év után visszatekintve azokban tudott-e előre lépni, az egyik ilyen gondolat a minőségi munkahelyek teremtése és idevonzása. Erre határozottan emlékszem, remélem, hogy sokan emlékeznek még erre az akkori mondatra és ígéretre. Nem kérdéses, hogy munkahelyeket nem a polgármester teremt, de ahogy így hallhattuk András Attila vezérigazgató úr gondolataiból, a körülményeket, azt igen, azt formálhatja, hogy vonzó legyen egy-egy vállalkozásnak. És itt hallhattuk, hogy egy olyan perifériális helyen vagyunk, ahol régi üzemnek az átalakítása tette lehetővé az első lépések megindulását, még Török Ferenc itt is köszöntve őt a idecsábítás és megindulásához, majd látni fogjuk, hogy hátrafelé az önkormányzat tulajdona volt az, ami további lehetőséget biztosított ehhez a fejlődéshez. Az élet úgy hozta, amit itt Attila említett, hogy a budapesti hely
kinövésre került, nem beszélve az ottani árakról, csak ő erről nem szeret, de azért mi sem vagyunk buta fiúk, pontosan tudjuk, hogy ez egy óriási lehetőség, hogy ilyen szabad területeket ma megszerezni, azon korlátozás nélkül gyakorlatilag elgondolkodni, hogy most egy ütem 5000 négyzetméter, majd még egy ütem, akkor már 10000, és netán még tovább. Tehát nincs gátja az esetleges, jól sikerül stratégiának, hogyha ez sikeres lesz, és bejön a cégnek, akkor hogy ezt tovább lehessen folytatni. És ezt a vonzerőt még gyakorolja netán másik ide települő vállalkozásoknak. Nos, ez a jelentős lépése egy önkormányzatnak, hogy a csapatot hadra fogja, és megpróbálja abba az irányba terelni, hogy ezt a vonzerőt, ezt kialakítsa. Nem kérdéses, amire András Attila is utalt, hogy más szereplőinek is kell lenni egy ekkora lépést, léptékű, ekkora volumenű beruházásnak, és ez a kormány. Ugye 2020-ban mínusz 5,5, mínusz 6%-os, és ezzel még jók voltunk az európai mezőnyben ezzel a visszaeséssel, de jelentős visszaesés történt. 2019-es év mindegy 5%-os növekedéséhez képest. Nos, ebben a visszaesési időszakában létrehozni egy gazdaság újraindítási alapot úgy, hogy fogalmunk se volt arról és a kormánynak, hogy meddig tart az a vírus, helyzet, és durvul-e még a vírushelyzet úgy, hogy netán Magyarországon is olyan szigorú eljárásokat kell bevezetni, ami korlátozza utána a gazdasági életet. És akkor nagyon nagy veszteség éri a gazdaság szereplőit, ugyanis abban az időszakban a beruházáshoz hallott egy-két információ, hogy 2,2 milliárdos ez a beruházás, de ezt úgy eltervezni, hogy akkor még ilyen építőanyag árakkal nem is kalkulálhatott a cég, hogy a válság legsúlyosabb időszakában azt mondani, hogy én ezt akkor mégis megpróbálom. Ehhez azért kellő bátorság kellett, meg kellő inspiráció is, hogy volt, van jelenleg is egy gazdaság újraindítási alap, amelyhez lehet fordulni, hogy emberek, tisztelt kormány, nekem van egy elképzelésem, én ezt csinálom. Ehhez értek, úgy néz ki, hogy tovább tudnék menni. Ebben a magyar gazdaság GDP-jét én is tudnám növelni, de kinőttem a kereteimet, Budapest, stb., európai szint, kínai beszállító, spanyol partner, és minden egyéb most itt tartok, és úgy néz ki, hogy kalocsán tudnék tovább menni ezzel a kérdéssel. És akik olvassák majd esetleg ezeket a híreket, és köszönet a médiának, a jelenlévőnek, aki megsokszorozza ezt a információt sok olvasó felé majd, hogy 940 millió forintos támogatás volt, és akkor néhányan nem átgondolva mondatukat, talán még irigység is elhangzik ilyenkor egy-egy megjegyzésben, hogy jaj, már egy ekkora cégnek minek a támogatás. Igen, de ott volt a másik mondat, hogy 2,2 milliárdos a beruházás, tehát a többi pénzt azt önerőből nekik kell valahonnan majd mellé tenni, és hogyha ebben netán még hitel is van, és gondolják el, hogy egy ilyen fedezetet megigényelni, lekötni magukat úgy, hogy közben nem biztos, hogy látják, hogy a gazdasági élet visszakattan-e, megindul-e 2021-re, olyan mértékben, hogy ő ezt tudja majd a lekötött és finanszírozási összegeket esetleg, ha hitelformájtabú, akkor visszafizetni, vagy a saját tőkéjét úgy emészteni, hogy közben nem akkora a bevétel. Tehát ez már igazán a bátrak és a kockázatot vállalóknak a kategóriája, de aki mer, az nyer, szokták volt mondani, és egyelőre a magyar kormány munkáját is ez a szállóige azért erősíti, mert pontosan látjuk, hogy európai országok közül is igen előkelő, magas helyen sikerült a gazdaság újraindítását gerjeszteni. A tavalyi évben a 6% vagy e fölötti gazdasági növekedést lehet majd mérni a mostani adatok alapján. Tehát szerencsés volt az együttállás, amelyben a vállalkozás azt mondta, hogy mindegy, hogy válsághelyzet van, én most érkeztem el ahhoz a helyzethez, hogy ezt megmerem indítani, és volt a gazdaságnak olyan tartaléka, amelyből az ilyen vállalkozásokat finanszírozni, részben finanszírozni tudta. És arról szerénye nem beszélnek ilyenkor a beruházók, a nyertesek, hogy egy-egy ilyen támogatás az nem csak úgy van, hogy ja, önnek ennyi kellene, jó, hát akkor adok,
hanem kőkemény gazdasági háttérszámítások a kormányzat és háttérintézményei részéről, amelyben egyszerűen azt nézik meg, hogy ez a 940 millió, ez esetben most konkretizálva, az mennyi idő múlva térül vissza az állam kasszájába. Miért? Azért, mert előírnak, amire mondom szerényen hallgat ilyenkor a beruházó, előírnak mondjuk munkabérnövekményt, mondjuk export többlet teljesítményt, mondjuk munkaerő felvétel többletet, és ezeknek az adó vonzatai az egyszer vissza fog jönni a költségvetésbe. És ott ehhez nagyon jól értenek a pénzügyminisztériumban, hogy ezt pontosan kiszámolják, hogy ez a 940 millió forint, ez 3-4-5 év alatt ez megtérül. Ez egyszerűen az automatizmus alapján vissza fog jönni ide a költségvetésbe. Magyarul egy előre hozott beruházása ez ilyenkor az államnak, de tegyük hozzá, hogyha ez nem lenne, akkor az a vállalkozás ezt már nem tudná megtenni. Ha nem érkezik hozzá ez a közel 40-50%-os támogatás, akkor nem tudná megcsinálni. Akkor nem lenne semmi. És éppen ezért fontos ez a gazdaság újraindítási alap, hogy létezik ez. Ehhez persze hihető tervnek kell lenni, olyannak, amit az elemzők is, a cégtől független elemzők is azt mondják, hogy ennek van realitása. Ennek a cégnek itt van ez a 14 milliárdos forgalma, több mint 400 munkaerő, stabilan, hosszú távon, nem pillanatnyi fellángolás. A válsághelyzetben is nagyon ügyesen találja meg azt a piaci szegmenst, amit az élet hozott, hogy a maszkok gyártása arra iszonyú nagy szükség van, és közben meg tudta tartani a klasszikus tevékenységi körét, és azt bővíteni. És amikor a minőségi munkahelyekre visszatérek, mert hogy növekedés is lesz, a majdani beruházás elkészültekor, itt munkahely teremtés is lesz, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a látott kisfilmek alapján, hogy igen, egy olyan széles munkaerő spektrummal rendelkezik a cég, amely a legkisebb tudással is már tud munkát ajánlani, és ezt amikor látjuk a lézergravírozó és egyéb berendezéseket, akkor azért érezzük, hogy ott már rendé kicsivel komolyabb tudás, netán mérnöki egyetemi tudás kell, hogy ezeket a gépeket működtessék. És itt jön elő az a gondolat, amit polgármester úr Fülvi Géza megindított, ez visszatükröződik a önkormányzat tevékenységébe. Én nyugodtan mondom, hogy a Kalocsa város életét nem kérdéses, hogy az új Kalocsa-Paksi híd építése határozza meg leginkább. Ezt legyünk reálisak, ez így van. Ez a térségre kihatással fog lenni, ez 100%. És állítom, hogy a maga módján az Andra Present kalocsai letelepedése, ennek a munkakultúrának, ennek a családias légkörnek a megteremtése, ez szintén hatással lesz a maga területén, a munkaerő piac területén a városra, és a netán ide letelepülőkre, de ha nem akarunk túl nagyot kívánni, akkor csak azt, hogy akik itt nevelkedtek föl és elmentek tanulni, azok ide térjenek vissza, válasszák lakhelyül Kalocsát, és érezzék azt, hogy egy hídon keresztül rákerülhetek a országos strádahálózatra, és egy minőségi munkahelyen itt tudok élni, azokkal a vidékre jellemző szabadságokkal és infrastruktúrákkal, mint az óvoda, bölcsőd, ami rendkívül sokat tesz a város, hogy a fiatal családok soknak ezt a struktúrát megteremtse a játszóparkokkal és minden egyébbel, ami kell, és úgy érezze, hogy semmi okom innen elmenni, családi környezetben vagyok, nem csak rokoni családi környezetben, hanem munkahelyi családi környezetben is, hiszen ez a cég erről is híres, hogy ezt is igyekszik kiépíteni. A képviselő végül gratulált András Attilának a cég vezetésének és további sok sikert kívánt a fejlesztéshez. Ezt követően a nemzeti színű avatószalag átvágása után a gyakorlatban azzal átadták az új 1000 négyzetméteres csarnokot, hogy a rakter egyik legmagasabb polcára targoncával helyezték el az első raklapnyi árut. Majd a két ütemben megvalósuló összesen 4 milliárd forintos beruházás első üteme az ünnepélyesen elhelyezett alapkővel vette kezdetét. Először András Attila, az Andra Group cégcsoport vezérigazgatója az alapkőben elhelyezendő időkapszulába beletette az Andra szervezeti ábráját és egyebek mellett a Kalocsán dolgozók névsorát és beosztását. Miután az időkapszulát András Attila és Font Sándor leengedte az alapkőbe, a feliratos gránit fedőlapot,
Dr. Filvi Géza és a kivitelező Merkbó ZRT vezetője illesztette a helyére. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak, viszontlátásra! Az új atomerőmű építése fellendíti a térség fejlődését. Biztos munka emberek ezreinek, lehetőség a hazai cégeknek. A tiszta és olcsó villamos energia garanciája. Paks 2.